Tisztelt ünnepi szenátusülés, igen tisztelt vendégeink, kedves végzős hallgatóink, jelenlévő és a közvetítést az interneten követő ünneplő családtagok. Szeretettel köszöntöm Önöket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keresztféléves oklevélátadó díszünnepéjén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a színpadon helyet foglaló díszvendégeinket. Dr. Pajtó Gábor kormány megbízott urat, a Heves megyei kormányhivatal vezetőjét. Dr. Báhidi Péter jegyző urat, Eger megyei jogú város képviseletében. És dr. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát. Egyetemi elöljáróinkat. Elsőként dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, egyetemünk rektorát. Dr. Váci Kálmán Zoltán, általános rektor helyettes urat. Dr. Novák István, delegált általános rektor helyettes urat. Dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes asszonyt. És dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes urat. Köszöntöm a kari dékánokat. A bölcsészettudományi és művészeti karról dr. Pintér Márta Zsuzsanna dékán asszonyt. A gazdaság és társadalomtudományi karról dr. Táncos Tamás dékán urat. A természettudományi karról dr. Tóth Antal dékán urat. És a pedagógiai karról dr. Szűcs Zoltán dékán urat. Valamint a dékán helyetteseket. A bölcsészettudományi és művészeti karról dr. Dolmányos Péter dékán helyettest. Az informatikai kar képviseletében Lengyelné dr. Molnár Tünde dékán helyettes asszonyt. A természettudományi karról Herpainé dr. Lakó Judit dékán helyettest. A pedagógiai karról dr. Mogyorósi Zsolt dékán helyettes urat. És Zaja Barbarát, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnökét. Köszöntöm a szenátus, valamint az egyetem tanácsadó testületeinek tagjait is. Ünnepségünk elején tisztelettel kérem dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, egyetemünk rektorát, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt vendégeink, kormány megbízott úr, főjegyző úr, rektor úr, nagyra becsült kollégáim, kedves végzős hallgatóink, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy köszöntőmet egy személyes vallomással kezdjem. Megosztom önökkel, hogy a diplomájuk átvételére készülő hallgatóinknak a köszöntése számomra mindig különösen meghitt és kedves esemény. Ilyenkor ünnepélyes szenátusülést tartunk, és mint ahogy a családi ünnepeinkor a lázas készülődés előzi meg a találkozást, úgy mi is itt az egyetemen napok, sőt hetek óta fáradozunk, hogy minél szebbé tegyük ezt a mai napot. Különleges ez a mai nap azért is, hiszen a legtöbben a családtagjaikkal érkeztek ide, hogy megosszák velük az örömteli pillanatokat. Az itt eltöltött éveik alatt kevés olyan alkalom adódott, melynek a családjuk is részese volt, hiszen az egyetemi évek főként az önállósodásról szólnak. Túl vannak a nehéz vizsgákon, záróvizsgán, diplomát szereztek, felnőtté váltak. Úgy vélem, hogy mindannyian köszönettel tartoznak ezért kedves szüleiknek, családtagjaiknak, akik lehetővé tették, hogy eljussanak idáig. Ez a mai nap azonban az egyetemmel is közös ünnepük. Ilyenkor intézményünk is ünnepel,
ünnepli az önök teljesítményét, a befektetett munkát és a sikert. Kedves végzős hallgatóink, bízunk abban, hogy az itt eltöltött éveik alatt olyan nyitott és kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberekké váltak, akik ismereteiket majd továbbépítik, és kellő hivatással, hivatástudattal fogják azt gyakorolni, hasznosítani. Hiszünk abban, hogy olyan értékrendszert is tudtunk közvetíteni önök számára, amely a szeretet által vezérelt, és szilárd alapokat biztosít az elkövetkezőkre. Meggyőződésem, hogy képessé váltak arra, hogy jól tudjanak navigálni az állandóan változó világ kihívásai között. Én most valóban úgy érzem magam, mint a gyermekeit szárnyra bocsátó édesanya, aki izgatottan készült erre a pillanatra, és tudja azt is, hogy az életrendje az, hogy a gyermekek elinduljanak, maguk mögött hagyva korábbi otthonukat. És a szülők akkor végezték jól a dolgukat, ha az utódaik bátran elindulnak, és már segítség nélkül is megállják a helyüket a világban. Intézményünk számára az elmúlt időszak legfőbb eseménye, hogy az egyetem visszatért alapítójához, és az EGRI főágyhez vegye fenntartásába került. Fél év telt el azóta, de ez idő alatt is megtapasztaltuk, hogy mennyire támogató ez számunkra. Megmaradt a magas szintű minőségi oktatás és kutatás művelése, és az elméleti tudás kutatómunkában való hasznosítása, amíg szélesebb körben biztosított, gyakorlatorientált képzések lehetősége a piacképes tudás biztosítása érdekében. De még inkább előtérbe került a felelősségvállalás, a tudásmegosztás, az önzetlen segítségnyújtás. Célunk a boldog, kiegyensúlyozott, családjukért és közösségükért áldozatra is kész, elkötelezett, diplomás emberek felnevelése, felkészítése. Egyetemünk a régió tudásközpontjából mára az ország egyik meghatározó szellemi műhelye lett. Igazolják ezt azok az eredmények, amelyek túlmutatnak egyetemünk, városunk határain. Ilyen eredmény az, hogy egyetemünk falai között dolgoztuk ki és indítottuk el a köznevelés módszertani megújítását szolgálni kívánó úgynevezett komplex alapprogramot, valójában az Eszterházi pedagógus képzési módszert. Elterjesztése során módszertani és tartalomfejlesztéseket hajtottunk végre több mint 500 iskolában, több mint 10 000 pedagógust kiképezve azzal a céllal, hogy olyan iskolát fejlesszünk, amelyben élményszerű a tanulás és a tanítás, és boldog gyermekek és boldog pedagógusok alkotják az iskola közösségét. Jelenleg 110 000 kisdiák részesül élmény alapú oktatásban, komplex alapprogrammal működő iskolában, szerte az országban. Az elmúlt évben sikeresen zártuk a szőlőbor kutatásfejlesztési kiválósági központ létrehozására irányuló projektünket, amelyhez kapcsolódóan az idén több mint 1 milliárd forintot nyertünk szőlészeti borászati kutatásokra. Ezen a területen tudományos szempontból a legeredményesebb kutató műhely vagyunk ma Magyarországon. Az oktatásban is élen járunk, a legkiválóbb szőlészborász szakos hallgatóink fél évet tölthetnek egy franciaországi egyetemen, Bordeaux-ban, és ezáltal francia-magyar kettős diplomát szerezhetnek. Ugyanígy a programtervező informatikus hallgatóink Ausztriában a linci Johannes Kepler Egyetem diplomáját is megkaphatják a magyar diploma mellé, ha kettős képzésben vesznek részt. Egyetemünk egyedüli felsőoktatási intézményként vesz részt abban a magyar kormány és az egész ország
számára is meghatározó nemzetközi projektben, melynek nagy szerepe van abban, hogy 2050-re Magyarország elérje a klímastratégiájában kitűzött célokat. Mindez azt jelenti, 30 éven belül el kell jutnunk oda, hogy Magyarország nem bocsát ki több széndioxidot, mint amennyit az erdőink el tudnak nyelni. Sorolhatnám tovább az eredményeket. A 21. századi létezés és az adott kor kihívásaira adott válaszok mellett azonban nem szabad elfelejtenünk a múltunkat és a hagyományainkat sem. Önök most itt a líceumban veszik át a diplomájukat, abban az épületben, amit negyed évezrede névadunk, gróf Eszterházy Károly püspök építetett egyetem céljára. Évszázadokon átívelő az a hagyomány, ami kísérte önöket ezen falak között. És miközben naprakész tudást szereztek, megérezhették azt is, mit jelent az Eszterházis lét. Ha nem is ide a líceumba jártak be órákra, az biztos, hogy az egyetemi éveik ünnepi eseményei a líceumhoz kötődtek. A tanulmányaikkal összefüggő évnyitó, és most a diplomaosztó. A diák életet színesítő közösségi programok, mint a gólyabál, vagy a felezőbál. Bevallom, én 30 év után a mai napig is kitüntetésnek érzem, hogy ebben az épületben végezhetem a munkámat. Azok között, a falak között, amelyek között elődeink terveztek, dolgoztak, ünnepeltek. Katolikus egyetemként a szemléletformálás is fő feladatunk, így az elmúlt időszakban sokat merítettem Szent II. János Pál pápa gondolataiból. Az ő személyéhez kötődő üzenetekkel szeretném most önöket útjukra bocsátani. Ne féljetek fiatalnak lenni, ne féljetek a jövőtől, üzeni. Kívánom, hogy érezzék meg a fiatalság erejét. Higgyék el, hogy sok lehetőség áll önök előtt. Azzal, hogy diplomát szereznek, hogy tanulni, tapasztalni vágynak, a legtöbbet tesznek saját magukért. Most igazán terhelhetőek. Fogadják hát el bátran a kihívásokat. Az egyetemen megszerzett tudásuk képessé teszi önöket arra, hogy legyőzzék az önök előtt álló akadályokat. És nem csak a koruk szerint legfiatalabbaknak szól ez a buzdítás, hanem azoknak is, akik felnőtt képzésben vettek részt, vagy újabb diplomát szereztek. Hiszen ők a lelki frissességüket, a szellemi rugalmasságukat is megmutatták ezzel. Még egy fontos mondatát szeretném idézni a Szent Pápának, ami így szól. Ne féljetek válaszolni hivatásotokra. Azzal, hogy a képzési kínálatunkból választottak és befejezték tanulmányaikat, megszerezték a diplomát, már bizonyították, hogy megtalálták hivatásukat, egyúttal sokat tettek azért, hogy képesek legyenek művelni azt. Ha pedig szeretnének egyetemi keretek között továbbfejlődni, gazdagítani meglévő tudásukat, az Alma Mater mindig visszavárja önöket. Gondoljanak ránk, és jöjjenek vissza az egyetemünkre, hogy megismerhessenek újabb szakterületeket. Ne féljetek! Mostanában nem is olyan könnyű ezt valósággá tenni. Biztat bennünket a pápa. S ha nehéznek érzik a munkavilágában való beilleszkedést, idézzék fel, hogy ezt egy olyan főpap mondta, aki emberségével, közvetlenségével már életében kitűnt a tömegből, és akit halála után nem sokkal szentélyavattak. Ő a második világháború éveiben volt fiatal, a kommunizmus idején felnőtt. Sok fenyegetettséget élt át, ellene még merényletet is követtek el. Ennek ellenére rendületlenül járta a világot,
örömmel találkozott az emberekkel, és visszatérően hangoztatta mindenfelé, ne féljetek. A Covid kihívásainak köszönhetően nem hagyományosak azok az évek, amelyeket most lezárunk. Mégis jó alkalom lehet arra, hogy a negatív élethelyzeteket, a váratlan nehézségeket megtanulják kezelni. Az önök nemzedéke már előnyére fordította a technikai vívmányokat. Már megélte, hogy a közösség nem csak személyes találkozásokra épül. Hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyek képesek áthidalni a földrajzi távolságokat. Kívánom, hogy ezt a tapasztalatot is kamatoztassák a jövőben ahhoz, hogy megmaradjanak az értékes, egyetemi évek alatt szerzett barátságaik. Ahogy a szülői szeretetet és az otthon, ahogy a szülői szeretet és az otthon melege végig kísérte önöket az egyetemi éveik alatt, úgy érezzék majd az egyetemtől távol a mi támogatásunkat és a szeretetünket is. Hiszem, hogy katolikus egyetemként képesek vagyunk valódi szeretet közösséget alkotni, amelynek hallgatóként önök is tagjává váltak, és nálunk végzettként örökre azok is maradnak. Önök az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem első végzősei. Épp ezért azokkal a sorokkal köszönök most el, amelyekkel szeptemberben a hozzánk érkezőket üdvözöltem. Ezek szintén Szent II. János Pál szavai. Fogd az életedet a saját kezedbe, és alkoss belőle egy valódi, személyes mesterművet. Ennek szellemében kívánok sok sikert önöknek, szívből gratulálok a diplomájuk megszerzéséhez. Köszönöm rektorasszony szívhez szóló szavait. Örömmel osztom meg önökkel, hogy ez év januárjában 342 hallgató tett sikeres záróvizsgát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Közülük 151-en alapképzésben, még 128-an mesterképzésben fejezték be tanulmányaikat. 17 fő felsőoktatási szakképzésben és 46 fő újabb szakképzés nyújtó szakirányú továbbképzésben vehet át oklevelet. Ezt a teljesítményt, az ő eredményüket ünnepeljük ma. Az oklevelek átadása előtt a díszoklevelek átnyújtásával azokat ismerjük el, akik tudományos pályájukon előre haladtak. Példájuk kitartást adhat a tanulás folytatásához. A habilitációs oklevelek átadására felkérem dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektort és Rainer M. Jánost, az egyetemi doktori és habilitációs tanács elnökét. Kérem, fáradjanak a színpad előtti asztalhoz. És ahogy mondtam, a habilitációs díszoklevelek átadásával kezdjük ünnepélyünknek ezt a szakaszát. Először a habilitált doktorok nevét ismertetem, akiket kérek, hogy nevük elhangzásakor fáradjanak előre a díszasztal mellé. Ezt követi majd a laudáció, amit kérek, hogy itt hallgassanak meg. Majd átvehetik díszoklevelüket, és kérem, hogy ezután fáradjanak majd vissza a helyükre. Elsőként dr. Dobai Beátának gratulálok. Kérem, jöjjön ki. Dr. Dobai Beáta az iskolai sporttanfolyamok motivációs hatása a felnőttkori egészséges életmódra Szlovákiában címmel nyújtott behabilitációs értekezést. Előadásait 2022. január 21-én tartotta meg 97%-os teljesítménnyel. Teljesen jogos a taps. Gratulálunk! Lengyelné dr. Molnár Tünde nemrégiben habilitált. Ő innen a színpadról kell, hogy odafáradjon a díszasztalhoz. Örömmel gratulálok az ő teljesítményéhez is. Következzék a laudáció.
Lengyelné dr. Molnár Tünde az olvasóvá nevelés kérdéseit és a könyvtári trendekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi stratégiákat vizsgálta a 2022. január 26-án 96%-os eredménnyel megtartott előadásaiban, amelyek a Könyvtárak digitális ökoszisztémája című értekezéséhez kapcsolódtak. Neki is szeretettel gratulálunk. Végül dr. Virág Irén habilitációját ünnepelhetjük. Dr. Virág Irén 2021. október 28-án tartotta meg habilitációs előadásait a Filantropizmus pedagógiai gondolatai című értekezéséhez kapcsolódóan. A kiváló előadásokat a bizottság 97%-ra értékelte. Teljesítményéhez gratulálunk. Mindhárman neveléstudományi területen habilitáltak, eredményeik valóban magukért beszélnek. Ünnepi szenátus ülésünket a doktori díszoklevelek átadásával folytatjuk. Picit változik majd a menetrend, úgyhogy kérem, hogy a nevük elhangzását követően jöjjenek ki az érintettek a díszasztalhoz, és a laudációt és az oklevélátadást követően is maradjanak kinn, hogy a zárásként elhangzó doktori esküjüket együtt mondhassák majd itt el. Köszönöm. Először a Neveléstudományi Doktori Iskola végzett hallgatóinak adjuk át a díszoklevelet. Elsőként Gulyás Klárát kérem, hogy fáradjon ide előre. Gulyás Klára, magyarországi roma értelmiségiek szerepei a romák oktatás integrációjában és társadalmi felzárkózásában címmel egy interdisziplináris értekezést készített el. Dr. Mogyorosi Zsolt és dr. Kotics József témavezetettjének munkáját a bizottság 2021. december 20-án summa cum laude minősítéssel értékelte és publikálásra javasolta. Szeretettel gratulálunk! Kérem Kocsis Ritát, hogy fáradjon ide Klára mellé. Kocsis Rita értekezése a mentortanárok vélekedése a pedagógus képző kompetenciákról címmel készült el, dr. Sánta Kálmán témavezető irányítása mellett. A 2021. december 16-án megtartott védésen a bizottság cum laude minősítéssel értékelte a dolgozatot. Eredményehez gratulálunk! A következő, akit ünnepelhetünk, Olteanu Lucián Livius, aki a pályaválasztás neveléstudományi aspektusai című dolgozatát 2022. január 25-én védte meg Rite minősítéssel. Témavezetője dr. Mező Ferenc volt. Gratulálunk! Pénzes Dávidot kérem, hogy fáradjon ide. Pénzes Dávid a neveléstudományi elit átalakulása a Rákosi korszakban címmel készítette el értekezését, amelyet 2021. október 7-én védett meg cum laude minősítéssel. Témavezetői dr. Ugrai János és dr. Szőköl István voltak. Gratulálunk neki! Wisztenberg Andreát várjuk ide a díszasztalhoz. Wisztenberg Andrea doktori védésére 2021. október 18-án került sor. A bizottsága a dr. Simándi Szilvia vezetésével készített a felnőtt képzésben résztvevő alacsony iskolai végzettségű személyek tanulási szokásainak vizsgálata Heves és Nógrád megyében című disszertációt cum laude minősítéssel értékelte. Teljesítményehez gratulálok! Ünnepségünket a történelemtudományi doktori iskola végzett hallgatóival folytatjuk. Őket is kérem, hogy kövessék ezt a mintát. Elsőként Kovácsné Magyari Hajnalkát szólítom.
Kovácsné Magyari Hajnalka 2021. június 25-én summa cum laude minősítést szerzett a Trendi nő a szocializmusban, szépségideálok és szépségápolási szokások a Kádár korszakban című disszertációjával. Témavezetője dr. Valuk Tibor volt. Gratulálok! Kérem, hogy Olosz Levente is fáradjon ide. Olosz Levente Marton Ernő életrajza címmel készítette el értekezését, amelyet 2021. október 29-én védett meg summa cum laude minősítéssel. Témavezetője dr. Romsics Ignác és dr. Guido Attila volt. Teljesítményéhez nagy szeretettel gratulálok. Végezetül Stancs Gábort szólítom. Stancs Gábor 2021. november 19-én summa cum laude minősítéssel védte meg a Keleti Szlovákság Kassai és Szepesség 2018 őszén Észak-Kelet-Magyarország kormányzati és regionális megközelítésben című disszertációját. A témavezetője dr. Szarka László volt, neki is szeretettel gratulálok. A doktori díszoklevelüket, frissen átvett ünnepeltjeinket kérem, hogy maradjanak itt velünk. A rektorasszonynak és elnök úrnak pedig köszönöm a közreműködését. Egyben tisztelettel kérem dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes urat, hogy fáradjon ki a pulbitushoz, és kérem, hogy a doktori eskü szövegét olvassa elő. Nyugodtan rendeződjenek ide a díszasztalhoz, most már közelebb is helyet foglalhatnak, hiszen önöké a figyelem, és a doktori eskütétel következik. Tisztelt kollégák, kérem, hogy az én szó elhangzása után mindenki a saját nevét is mondja majd. Én ebben az ünnepi órában fogadom, hogy a tudományos igazság és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítom tudásomat, és mindenkor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Tudós elődeink példáját követve arra törekszem, hogy tudományos munkásságommal mind hazám, mind az egyetem, mind magam számára megbecsülést és elismerést szerezzek. Köszönöm rektor helyettes úrnak a közreműködést, szólhat a fanfár a tiszteletükre. Köszönöm, elfoglalhatják helyeiket. Nagy szeretettel gratulálok még egyszer, ezt a mai napon nagyon sokszor fogják még hallani, de szívből mondom én is, elismerve az eredményüket. A habilitált és doktori esküdtettek tiszteletére és az oklevelük átvételére készülő hallgatók örömére következzen az Egyetem Zenei Intézetének hallgatóiból és az ének és a tanáraiból álló Snider Quartett, Gulyás László trombita művész vezetésével, aki egyébként az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója és intézményünk mesterképzésben résztvevő hallgatója. Erre mi magunk is büszkék vagyunk. Zongorán a szintén kiváló Báder Elemér, basszusgitáron Takács Balázs játszik majd. Ő is most veszi majd át egyébként a diplomáját, énekzene történelem szakos tanárként végzett nálunk. A zenekarban Klem Dénes tanár segéd dobol, és elsőként a Csitári hegyek alatt népdal feldolgozást adják elő, fogadják őket szeretettel.
Nagyon köszönjük, hallhatjuk még őket a mai napon egyszer, egyfajta zárásként. Azonban most elérkeztünk oklevélátadónknak, az önök számára talán legérdekesebb és legizgalmasabb pillanataihoz. Hiszen néhány percen belül kezükbe vehetik azt az oklevelet, amelyért oly sokat tanultak. A sikeres záróvizsgájukat követően egyetemünk rektora átnyújtja jól megérdemelt jutalmukat, a szakmai végzettségükről szóló tanúsítványt, a diplomát. Az oklevelek átadásánál karonként a dékánok is gratulálnak majd végzett hallgatóinknak. Kérek mindenkit, hogy a készfogáskor viseljen kesztyűt, látom többen fel is vették már, amikor ide érkeznek, mindenképpen viseljék majd. Az oklevelek átadására most tisztelettel felkérem dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorasszonyt és Pintér Mártát, a Bölcsészettudomány és Művészeti Kar dékánját. Amint hallják a nevüket, akkor kell, hogy megérkezzenek ide az asztalhoz az oklevél átvételére, és egy fanfárral el is kezdődik az önök ünnepélye. Elkezdjük az ünnepséget. Ebben a szakaszában tehát az oklevelek átadása következik. Először Bölcsészettudományi és Művészeti Karon az angol nyelvű képzésben mesterfokozatot szerzett hallgatóknak. Elsőként szólítom Ágola Leonard Hamisit. A társa Son Kán. Köszönöm, ha megtapsolják a teljesítményüket, hiszen hallgatóink életében ez egy nagyon komoly és ünnepi pillanat. Mesterfokozatot szerzett, és az erről szóló oklevelét veheti át Aranyosi István. Cservári Zsanett. Farkas Ágnes Zsófia. Galambos Bence Gábor. Kocsis Klaudia. Kovácsné Strobán Boglárka. Léder Emese. Szabó Dávid. Szomszéd Márton János. Takács Balázs. Dr. Tóth Zsolt. Tóth Viktória. Turner Zoltán. Az alapképzésben oklevelet szerzettek nevét mondom. Elsőként Gali Sándornak gratulálunk. Őt követi Karucka Szabolcs Levente. Lackó Máté. Pásztor Levente. Valamint Szabó Réka.
sikeres záróvizsgáról szóló igazolást vehet át. Vizi Enikő. És ezzel megköszönöm dékán asszonynak a közreműködést, és kérem, hogy az informatikai kar képviseletében Lengyelné dr. Molnár Tünde dékán helyettes asszony fáradjon ide az oklevelek átadásához. Hiszen most következnek azok, akik az informatikai karon mesterfokozatot szereztek, és az erről szóló oklevelüket kapják meg. Balogh Tibor. Beck Miklós. Kovács Dóra. Nagy Angelika. Szabó Gergely. És dr. Szűcs László. Alapképzésben oklevelet szerzettek következnek. Elsőként szólítom Banos Noémit. Gratulálunk Gengelicki Péternek. Következik Horváth Gabriella. És Kapalkó Réka Ágnes. Kovács Ákos. Lányi Martin. Molnár Adrien. Nagy Kristóf. Sárközi Viktor. Szelei Attila. Urbán Regina Enikő. Vajda Krisztián. A felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelét veheti át Kanyog Dávid. És Sós István. A sikeres záróvizsgáról szóló igazolását veheti át Bordásné Faragó Beáta Katalin. Bordásné Keller Zsófia Ágnes. Legény Tamás Mihály. Pongó Tamás. Tisztyánné Ádám Katinka.
Köszönöm dékán helyettes asszony közreműködését, és kérem dr. Táncos Tamás dékán urat, hogy fáradjon ide, ebből ki is találhatják, hogy a Gazdaság és Társadalomtudományi Karon diplomát szerzettek és oklevelet átvehető hallgatóinkat várjuk ide. Tehát következik a Gazdaság és Társadalomtudományi Karon alapképzésben oklevelet szerzettek névsora. Barkó Dominika Barbara az első. Fónad József követi. Guba Krisztina. Hangó Hajnalka. Hertelendi Dorotina Alexandra. Kis Krisztina. Kovács Kincső Alida. Liberc Brigitta. Mészáros Eszter Veronika. Mihály László. Pap Bendegúz Szilárd. Szabó Balázs. Tóth Balázs. Vályogos Ádám. A felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelét veheti át Harsányi Gergő. Sikeres záróvizsgáról szóló igazolását veheti át elsőként Árvai Andrea. Bernád Bertold. Dobai Dorina. Gallig Zsófia. Görbe Anikó. Hegedűs Ádám. Kolossi Márk. Magyar Mária. Nagyné Tózsa Ágnes. Pap Patrícia. Puhucki Dominik. Puhucki Marcell. Sánta Emese. És Szegedi Enikő. Dékán úrnak köszönöm, és ezzel kérem is a pedagógiai kar dékánját, dr. Szűcs Zoltánt, hogy fáradjon ide ki a díszasztalhoz, az oklevelek átadásához. A pedagógiai karon mesterfokozatot szerzett, és az erről szóló oklevelét veheti át elsőként Arany Noémi Nóra.
Balláné Horváth Zsuzsanna. Bíró Péter. Bodnár Fruzsina. Huszti Györgyi. Kopcsó Német Jennifer. Oskó Galatea. Szikrai Tamás. Szűcs Zsófia. Az alapképzésben oklevelet szerzettek nevei következnek. Elsőként Mihis Dórát szólítom. A következő Tauz Anna. És végül Varga György. Szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett Bársony Boglárka Johanna. Bojki Marianna. Dr. Ördögné Csekő Éva. És Szabon Enikő. Sikeres záróvizsgáról szóló igazolását veheti át Boda István. Borvendég Áhim András. Domoszlai Csilla. Feketéné Tóth Mónika. Súrman Dorottya. Szabóné Gacsal Bettina. Szilágyi István. És Turó Adrián. Köszönöm dékán úr közreműködését, és mivel a természettudományi karral folytatjuk, ezért dr. Tóth Antalt kérem fel arra, hogy fáradjon ide a díszasztalhoz, hogy átadhassa a hallgatóinak az oklevelet. Elsőként a természettudományi karon mesterfokozatot szerzetteknek gratulálunk. Bíró Kálmán. Bulej Szaszikora Melinda. Csehó Kovácsné Sörös Vivien.
Debreceni Dóra. Drótos Sándor. Faragó Viktória. Hartung Vilmos. Kálai Ilona. Kapás Márton. Aki nem tudott ma megjelenni, természetesen később is átvehet, illetve eljuttatjuk majd a diplomáját. Rabiné Békés Hajnalka. Szombati Eszter. Tibor. Természettudományi karon alapképzésben oklevelet szerzett Becsei Patrícia Témeó. Cilli Natália. Gerjeni Dóra. Herz Paula. Ha nincs itt, ő is megkapja természetesen a dokumentumot. Kádasi Zalán. Medve Márk. Orbán Előd. És Varga Szabolcs József. Sikeres záróvizsgáról szóló igazolását veheti át Jónyár Krisztina. Lukács Barbara Andrea. Nagy Melinda. Nagy Petra Flóra. Pápai József. Patvaros Dízi Beatrix. Poroszkai Valéria. Solymosi Konrád Ferenc.
Köszönöm a közreműködést rektorasszonynak, dékán úrnak és a hallgatói segítőnknek is. Ahogy láthatják, elfogytak innen az asztalról a diplomák kis híján. Remélem, hogy nagyon örülnek annak, hogy a kezükben tarthatják az oklevelüket. Valóban szívből gratulálunk mindannyian az oktatók, és szerintem a hallgatótársak is, és nagyon bízom benne, hogy a családtagjaik is végtelenül büszkék ma önökre. Az oklevelek átadása után nincs más hátra, mint hogy önök is elköszönjenek. Egy hallgatótársuk számára adatott meg ez a lehetőség, hogy társai nevében elbúcsúzhasson az egyetemtől és Eger városától. Ezért kérem Lányi Martint, az informatikai kar végzett hallgatóját, aki az imént itt járt nálunk, hogy mondja el beszédét, és jelképesen adja vissza a város kulcsát is jegyző úrnak. Tisztelt vezetőség, kedves hallgatótársaim, oktatóim, egyetemi polgárok és hozzátartozók. Először is gratulálni szeretnék minden kedves végzősnek, hogy ezen akadás sikerrel vette, és a legtöbbünknek igen meghatározó időszakot sikerrel lezárta. Meghatározó, mert a legtöbbetek nevében mondhatom, hogy az egyetemi évek alatt váltunk igazán valóban éretté, felkészülté a nagybetűs életre. Eddigi életünk során számtalan olyan lezárással találkoztunk, mely során addigi életvitelünkkel útjaink elváltak, de sem az általános, sem a középiskola befejezése nem nyitott meg annyi lehetőséget, mint a diploma megszerzése. Bizonyára sokan fogjuk továbbiakban is mesterképzésben vagy más alapszakon bővíteni tudásunk, de a legtöbb végzős hallgató számára ez a nap az intézményesített tanulás befejezését jelenti. Úgy gondolom, egyetemünk számukra adta a legtöbbet. A családias légkör megteremtésével ugyanis olyan tulajdonságok eszköztárát ruházta a hallgatóira, melynek hála nem csak szakmailag, de emberileg is meg tudják állni helyüket egy értelmiségi mindennapjaiban. Az Eszterházi érzés, ami már szinte fogalommá vált, milyen megváltoztatja a hallgatók felfogását arról, miképp kell viszonyulni embertársaikhoz, és ezáltal mély szeretettel és hittel teli közösséget építve maguk köré élik mindennapjaikat. Köszönet jár ezért minden egyetemi oktatónak, oktatási vagy fenntartási feladatokért felelős egyetemi dolgozóknak, hiszen mind részt vettek ezen szellemiség megteremtésében azzal, hogy minden esetben készen álltak arra, hogy segítsék mindennapi problémáink megoldását. Az Eszterházi Magyarország legnagyobb családja. Hangzik el a nyílt napokon, talán éppen annyiszor, hogy külső szemlének már bántó is lehet. Viszont 3,5 itt töltött év után őszintén mondhatom, hogy értem, mit jelent. Hiszen a család azt jelenti, hogy senkit nem hagyunk hátra, vagy felejtünk el. Kérem aktív hallgatótársimat, segítsék ők is, hogy a szellemiség továbbiakban is fennmaradjon. Mai napon diplomát átvevőket pedig terjesszék ezt az eszmét, mert őszintén mondhatom, megváltoztatta az életünket. Még egyszer társaim nevében is köszönöm mindazoknak, akik valamilyen formában részt vállaltak abban, hogy mai napon diplomásra válhatunk, legyen az szülő, családtag, barát, hiszen az eredmény az ő érdemük is. Kívánok mindenkinek boldog szeretetben és hitben teljes jövőt, valósítsuk meg az álmainkat, köszönöm a figyelmet. És Martin nyakában nem véletlenül lóg ott a kulcs, hiszen dr. Bánhidi Péter képviselve Eger városát azért jött ma el, hogy visszavegye ezt a kulcsot, úgyhogy következik a kulcs átadása, amellyel valóban elköszönnek Egertől a végzett hallgatóink. És tisztelettel kérem dr. Bánhidi Pétert, Eger megyei jogú város jegyzőjét, hogy miután ugye átvette a kulcsot, ráhelyezte a párnára, most bocsássa útjukra az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzett hallgatóit. Tisztelt rektorasszony, tisztelt meghívottak, tisztelt hallgatók! Nagy megtiszteltetésemre szolgál Eger városának kulcsát átvenni a végzős hallgatóktól. Nagy örömömre szolgál és nagy büszkeséggel is tölt el az, hogy egri polgárként, illetve az egriekért dolgozó tisztviselőként a nagymúltú Egri Egyetemet választották tanulmányai folytatására, és biztos vagyok abban, hogy az itt folyó kiemelkedő színvonalú oktatás stabil alapokat és jól kamatoztatható tudást fog nyújtani jövőbeni életükben. Egyúttal szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy
akár munkaválasztás, akár letelepedés, akár családalapítás szempontjából is Eger városát fogják választani, illetve bármerre is sodorja önöket az élet. Magukban fogják hordozni, szívükben fogják hordozni az egri értékeket, és jó szívvel fognak visszagondolni az itt töltött időre. Fogadják gratulációm a diplomájuk megszerzésére. Köszönöm. Köszönöm jegyző úr szavait, fogadják meg a tanácsát, és látogassanak vissza akár majd újra hallgatóként ide az egyetemre, illetve akár itt lakóként Eger városát válasszák majd, vagy pedig turistaként keressék fel. Díszünnepségünk zárásához közeledve ismét a Zenei Intézet együttesét hallhatjuk. A Sniderok Quartet most Kozma József Autumn Leaves című számát játssza, mindannyiunk örömére. Most már diplomájukkal a kezükben élvezhetik a muzsikát. Nagyon köszönjük ezt a kellemes muzsikát a Zenei Intézet oktatóinak és hallgatóinak. Tisztelt ünnepi szenátusülés, kedves frissen végzett diplomások! Oklevélátadó díszünnepségünk végéhez értünk. Szívből gratulálok valamennyiüknek. Kívánom, hogy az itt szerzett diplomájuk segítse szakmai kiteljesedésüket. Emlékezzenek jó szívvel Eger városára, egyetemünkre, oktatóinkra, barátaikra. Erre a mai ünnepre. Rendezvényünk zárásaként Hrutka Gergő tolmácsolásában hallgathatjuk majd meg a szózatot, és ezt követően hangzik el az egyetemi himnusz. A fanfár hangjaira a történelmi és intézményi zászlót követve vonul ki egyetemünk vezetése és díszvendégeink, és ezután repülhetnek majd magasban magisztersapkák, de ezt külön jelzem majd önöknek. Most tisztelettel kérek mindenkit, hogy álljunk fel, és hallgassuk meg a szózatot
Rutka Gergő előadásában. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért, hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s keserben elhullanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megtörve bár, de tör, megtépve bár, de törve nem él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halál. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő, s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakát. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál. Hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. S az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon számodra nincs hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Thank you.
Kedves végzősök, most következik majd a sapka feldobása, csak azért is mondom, hogy felkészülhessenek, a boltját mindenki még most ellenőrizheti, és akkor kövessük ezt a szép hagyományt. Azért, hogy egységesebb lehessen, számolok majd, és akkor háromra kellene jó magasra dobni a magiszter sapkákat, aztán csak az a fontos, hogy a leadásnál valóban egyet fel tudjanak majd mutatni. Úgyhogy élvezzék ki ezt a pillanatot, őrizzék meg emlékezetükbe, és akkor háromra röpülhetnek a magiszter sapkák. Egy, kettő, három! Gratulálok mindenkinek! További szép napot kívánok!